Nyíregyházán több éves hagyománya van az 50 éve házasságot kötött párok köszöntésének. Ők már tudják, hogy a szeretet, a megbocsátás és a hűség az áloga, a meghitt és a biztonságos kapcsolatnak. Ünnepélyesen kijelentjük, hogy az 50 évvel ezelőtt Nyíregyházán megkötött házasságunkat, már 15 éve egy februári hetet szánnak egyházak és civil szervezetek arra, hogy kiemeljék a házasság és a család örökké való értékeit. Közel két évtizede Angliából, így Valentin nap környékén indult a nemzetközi eseménysorozat. Ahogy írják a hazai program szervezői, a jubileumi esztendőben tekintettel a pandémiás időszak párkapcsolati kihívásaira, a kapcsolatok tudatos gondozására kell fordítani a figyelmet. Emellett az adatok azt mutatják, hogy a válások száma 6 éve mélyponton van. Büszke vagyok arra, hogy Nyíregyházán az anyakönyvvezetőkkel minden egyes megkötött házasság alkalmával egy kicsit mi is részesei lehetünk a pár boldogságának. Az anyakönyvi okiratok mellé a tökéletes házasság receptjét nem álmodunkban átadni, viszont életük közös útja, amely a házasság megkötésével kezdődik, rajtuk múlik, nekük kell közösen együtt családdá válniuk. Ezek a szép szavak így a hétköznapokon is meghatóak. Messzeföldön híres a nyíregyházi anyakönyvvezetők ceremóniája, a gróf Károlyi Ferenc házasságkötőterem varázsos szépsége. A pandémia ellenére tavaly közel 600 pár kötött házasságot, közülük 757-en nyíregyháziak voltak. Ez a szám több mint 2018-ban és 20-ban volt. Anyakönyvvezetőnek lenni hivatás. Aki ezt nem szívvel, lélekkel csinálja, nem tudja átélni a boldog pár örömét és meghatottságát. Igyekeznek segíteni őket abban, hogy életük álma valóra válhasson. Rendeletünk szabályozza a házasságkötés menetét a Gróf Károlyi Ferenc házasságkötőteremben. Egyre népszerűbbek a külső helyszínen kötött házasságkötések is, természetesen Nyíregyháza közigazgatási területén belül. A májustól augusztusig tartó időszak a legnépszerűbb továbbra is a párok körében. Nagyon sok kéréssel találkozunk, illetve megkereséssel. A teremben a homoköntés az egyik új dolog, amivel a párok nagyon szívesen élnek. A gyertyagyújtás a hagyományos, fennkölt hangulatot teremti meg, míg a homoköntés egy kicsit modernebb, izgalmasabb, amikor a párok az egyesülés szimbólumaként összeintik a kétszínű dekor homokot. Külső helyszínen lehet lufi, lakat vagy folyadék ceremónia is. Sok fiatal fát vagy rózsabokrot ültet. Idén eddig már 170 pár jelentette be szándékát. A házasságkötés ügyintézésére időpontot lehet foglalni a házasságkukac.nyiregyhaza.hu e-mail címen, így nem kell hosszú időt várakozni. De érdemes előre tisztázni, milyen iratokat, dokumentumokat kell beszereznie az ifjú párnak. A házasság hete alkalmából Palánki Ferenc megyés püspök Szent Misét mutat be február 19-én, 18 órától a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban, de a józsavárosi Szent Imre plébánia is programokkal készül erre a hétre.